No, Izóz virtuális terminál. Legelső próbálkozás. Ez egy Müller MIDI. Köszönettel a Norannak. Nem örökbe, csak kölcsönbe. Ami működik, például át lehet írni a 100 liter per hektárt. Tudunk változtatni egy automata, egy manuális tartály méretet is lehet módosítani. Mondjuk legyen 200 liter. Itt működik a visszanyíl, és akkor most már csak 200 liter van benne. Itt a pont-pont-pont gomb az nem működik, alul lehet is látni, hogy nem érvényes az adat. Viszonylag lassan reagál bizonyos lapokra, amire most itt rányomtam. Mondjuk lehet ez amiatt is van, hogy a logolás be van kapcsolva. Be is jött, aztán vissza is ugrott. Na nézzük meg még egyszer. Na, ide most akkor beírunk a 100 liter helyett 200 litert. Igen, még egy hiba, hogy ez itt nem jelenik meg, hogy mennyi az aktuális beállítás. Következő hiba, hogy itt ugye lenne négy oldal, ahol azzal a pont-pont-pontos gombbal lehetne tovább lépni, illetve annak a rövid és hosszú megnyomásával, ami nem igazán érhető el. És itt most vagyunk egy ilyen jó kis zsákutcába, ahonnan nem tudunk kimenni, csak akkor, ha újraindítjuk az egészet, kihúztam a CAN adaptert, visszadugom, és mivel nem módosítottunk semmit itt a hardveres beállításon, tehát ugyanaz a szélesség, stb., akkor viszonylag gyorsan vissza kellene töltsön. No, idáig jók is vagyunk. És akkor a következő, amivel tudunk még itt menni, ez az infógombos menü. Próbálok rányomni még egyszer, hát most elkezdi tölteni. Ó, és akkor itt ilyen pauz gomb az működött. Lehet léptetni az eredmények között. Az meg a fülek között itt fönt lehet látni, hogy harmadik fülön vagyunk, első fülön vagyunk. Előbb még sikerült a lapok között is mocorogni. De szerintem ez megint itt a gombok számával függ össze. És akkor itt kellene tudni hogy csinálni, hogy hosszan megnyomom ezt a gombot, ezt a pont-pont-pontosat, akkor vissza kilép. De ilyet nem tudunk, sajnos. Úgyhogy egyelőre itt tart ez az izúzós projekt. Meglátjuk, mi lesz belőle. Sziasztok!